Barátsággal köszöntöm a tisztelt érdeklődőket. A 7. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválról szólnék. Elmondom, hogy nagyon sokan és sokat készültünk. A csapatok készültek a kosztümökkel, az eszközökkel, a dekorációval. A szervezők készültek az, hogy minél többen szerezzenek hírt az eseményről, tehát így molinók voltak, hirdetések voltak, tévéhirdetések voltak, külön meghívások voltak, úgymond potentátoknak. Újítottunk a fesztiválon, hiszen a látványdisznóvágás egy kicsivel precízebb volt, mint korábban, és látványosabb volt. A búsók megtiszteltek bennünket a látogatásukkal, és a szóvivők csapata Budapestről szintén nagyszerű pluszt adott az eseménynek. 102 csapatunk volt, döntően Komlóról, Baranya megyéből, külföldről 5 csapatunk volt, de volt budapesti, akasztói, orosházi csapatunk is. Én azt gondolom, igazi fesztivál hangulat teremtődött, és örömteli volt az érzés, hogy ott lehettünk, értve alatta a csapattagokat, csapatokat, szervezőket és segítőket is. Ezt az eddigi impulzusokból is meg tudom erősíteni. Azt gondolom, hogy túl az öröm lehetőségén alkalmat is kerestünk és találtunk a fesztiválban, hiszen Komló kitárulkozott a vendégeinknek, egy kicsit magunknak is, bemutatkozott a komlói fánk, bemutatkozott a komlói tészta is. Nagyon fontos volt, tehát ezt az alkalmat is használtuk. Nagyszerű segítőink voltak, kiemelt tisztelettel említem fel a Tesco-nak a nevét, aki fő volt a fő támogatónk és nagyszerűen helytár, ez mellett Komlóváros önkormányzata és számos intézmény, vállalkozás és magánszemély. A segítők, támogatók és a közreműködők munkáját nagyra értékeljük, nagy tisztelettel megköszönöm. És utóélete is lesz a fesztiválunknak, hiszen Rákos Ildikó gyönyörű tablóképeket csinált, mindenki elvitte vagy elviheti. Ez mellett a Facebookon, ez mellett a kiragadt újságban köszönetet mondunk név szerint a segítőknek, támogatóknak, és akkor ezzel is üzenünk és lezárjuk ezt a úgy tűnik, hogy nagyszerű rendezvényt még egyszer sok köszönettel. És nagy örömmel jelzem azt, hogy jó találkozások voltak, és akkor találkozunk majd a 8. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválon. Köszönöm szépen!